részekkel. Tehát itt azért nincs számunkér, és nem azért, mert mi információ hiányba szenvedünk. Hát beütünk 3-4 betűt az interneten, és köpi kifele az adat. Így van. Itt nem erről van szó. Itt arról van szó, hogy ez a hálózat úgy átszőtte a társadalmat az elmúlt 50-60 év alatt, hogy gyakorlatilag nincs ember, becsületes ember, aki a szavát föl tudná sikerrel emelni ellenük, illetve aki meg nem akarja, mert lekötelezettje neki, hát az meg értelemszerűen nem fogja őket Tibor, számunkra. Hogy kérdezzek valamit, és utána Miklósnak átadjuk a szót. Ön szerint ki fog derülni egyáltalán ez a múlt? Szerintem ki fog derülni, de nekem már mondtam, hogy akkor, amikor a biológia és az előregedés már megteszi a szükséges lépéseket, illetve ha ki is derül, már egész egyszerűen nem fognak tudni a társadalom fiatal tagjai mit kezdeni vele, ugyanis azt se fogják tudni, hogy mit jelentett az, hogy hisz, már most sem tudják, mit jelentett az, hogy párt, és központi bizottság, etc. Hát ezek a magyar elmondva egy mondatban is átadnám a szót, akkor fog kiderülni, amikor már indifferens, amikor már okafogyottá válik az egész, és erről szól a történet, azért kezdték el most mozgatni, mert eltelt az a 20-30 év, amikor már valós, igazi... Elképzelhető, amit ön mond. Elképzelhető, amit ön mond. Köszönöm, hogy jelentkezett, és Miklós a következő telefonálunk, akitől azt kérdezném, hogy kiderülhet a múlt, ami talán a jelenünk? Jó estét kívánok mindenkinek. Hát szerintem nem fog kiderülni a múlt úgy, ahogy szeretnénk. Tehát taxatíve felsorlásokkal, nevekkel, beosztásokkal nem fog kiderülni. Egész egyszerűen azért, mert ha valaki bekerül egy ilyen hálózatba, az egy életre szól. Az az ember, aki annak idején jó volt Moszkvának, kémnek, besúgónak, elhárítónak, és így tovább, hát miért ne lenne jó például Brüsszelnek ugyanerre a szerepre? A szakma ugyanaz, ez olyan, mint amikor egy vízszerelő egy cégtől elmegy a konkurens céghez dolgozni. Ez egy szak.